Az őszi könyvtári napoknak mindig van valami különlegessége. Egyfajta szlogen köré csoportosulnak a programok. Idén mi a szlogen, és mit próbálnak megvalósítani? Az őszi könyvtári napokat országosan 1995 óta rendezik meg rendszeresen. Azt elmondanám, hogy az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. A szlogen az minden évben változó. 2 éve az idősebb korosztályt célozták meg, tavaly a tiniket, ebben az évben pedig korosztálytól függetlenül minden célcsoportnak szólnak a programok. A szlogen pedig az, hogy beszéljünk egymásról, egymással is tanuljunk egymástól. A könyvtári programok szeptember 29-én kezdődnek, és október 9-éig tartanak, a könyves vasárnappal zárulnak. Szeptember 29-én író-olvasó találkozót tartunk Zinger Magdolnával. A gyerekkönyvtárba kezdődik a program este 6 órakor. Róla tudni kell, hogy ő újságíró, mentálhigiénész szakember, és Polc Alennek volt a tanítványa. A könyvei is ezt a témát taglalják, és a Partitúra című könyve, ez egy utolsó interjú Polc Alennel. Másnap, szeptember 30-án kézműves foglalkozást tartunk. Ez 14 órakor kezdődik a gyerekkönyvtárba. A kézműves foglalkozással szeretnénk arra is felhívni a gyerekek figyelmét, hogy milyen fontossága van a környezettudatos viselkedésnek, a szelektív hulladékgyűjtésnek. És erről szól a foglalkozás, tehát, hogy megismerik a papírkészítés folyamatát. A könyves vasárnap az október 9-én rendkívüli nyitvatartás lesz 9-től 14 óráig. Itt irodalmi cserebere lesz, és minden korosztálytól függetlenül mindenkinek ingyenes beiratkozási lehetőséget biztosítunk. Szeptember 20-án, tehát az egész egyhetes programsorozat alatt irodalmi csereberét tartunk. Ez azt jelenti, hogy mindenki behozhatja a már kiolvasott könyveit a könyvtárba, és ahány darabot behoz, ugyanannyit el is vihet. Válogathat. Tehát ez egy ilyen cserebere, ez az akciónk. Az őszi könyvtári napok ideje alatt könyvheti kedvezményeket is kínálnak, ami egy kicsit a városi könyvtárnak az ügyfélforgalmát is fellendíteni, a tagságot lehetne bővíteni. Mit jelentenek konkrétan a kedvezmények? A kedvezmények, tehát az egy hét alatt amnesztia hetet hirdetünk, ami azt jelenti, hogy az olvasók a lejárt határidejű könyveket büntetlenül visszahozhatják, nem lesz kukoricára térdepeltetés, pénztárcát se kell kinyitni. Ennek az a lényege, hogy hozzák vissza a lejárt határidejű dokumentumokat. Ingyenes beiratkozást biztosítunk családok részére, abban az esetben, ha egyszerre iratkoznak be, és ugyanez vonatkozik a nyugdíjas klubokra is, ha csoportosan iratkoznak be. A kedvezmény még vonatkozik a regisztrált munkanélküliek számára is.